Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Az ő következő lépése. Pontosan ezt fogjuk megtekinteni most ennél az általános kivetésnél. Ez egy általános jóslás, de én biztos vagyok abban, hogy valami szól neked is, hiszen nincsenek véletlenek, és nem véletlen az, hogy te pontosan most ezt a felvételt megtekinted. Lehet, hogy szükséged van jelenleg erre az információra. Viszont, ha szeretnél egy személyes jóslást, az is megrendelhető. Mint például ez az ő következő lépése, vagy egy másik jóslást. A díjam minden jóslásnál 4000 forint. Ha asztrológiával együtt kéred, az indiai asztrológia szerint, akkor a díjam összesen 10000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő jelenlegi helyzete itt látható. A botok jelentik a tűz elemét. Megvan a bátorsága, aktív lesz, valami lelkesíti őt. De ahogy a botok itt láthatóak így együtt, ebben a körben, ez egy szűkös helyzet, amiből ő szeretne kilépni. Ez lehet egy olyan dolog, ami fogva tartja őt, ahol nem érzi jól magát, ahol változtatni akar valamin. Ez lehet a munkahelye, ez lehet a családi kapcsolat, vagy még egy fennálló párkapcsolat. Ebben a szűkös helyzetben nem érzi jól magát, viszont a tűz eleme jelenti a bátorságát, hogy ő ezt kimondja, ő változtat ezen a helyzeten. Itt ez a kártya alul mutatja azt, hogy ki hat ki rá, tehát a külső behatások. Itt benne van egy nehéz helyzetben, hiszen valaki támadja őt. Itt meg kell védenie magát. Lehet, hogy ez a szűkös helyzet, amit ő szeretne lezárni. De látható itt a bátorsága, hogy kimondja véleményét. A következő kártya jelenti az ő következő lépését irányodba. Itt látható a kehely, és az jelenti a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát kimutatja az érzelmeit, szimbolikusan átnyújtja számodra ezt a kehelyet. Hogy viszonyulj hozzá, ezt mutatja a következő két lap. Itt is a kelyhek vannak, tehát érzelmek, részedről és részéről. Itt a 10-es szám jelent egy új kezdetet, amikor egy új periódus kezdődik köztetek. Látható a boldogság, a közeledés, a szeretet, a szerelem. De itt ezen a képen egy nagyon érdekes dolgot tudunk felfedezni. Lehet, hogy ő átnyújtja számodra ezt a kelyhet, amit ő tervez, és te ezt nem veszed észre, mert nem tudod azt, hogy milyen szándékokkal közeledik hozzád. Ez a kép azt is jelentheti, hogy türelmetlen vagy, és te akarod átnyújtani ezt a kelyhet, tehát kimutatod az elvárásaidat, az érzelmeidet, a vágyakat, az álmokat, és ő még zárkózott, és nem veszi ezt észre. Tehát légy türelmes, amíg itt lesz egy új kezdet, amíg ő mutatja ki azt, hogy mit akar. És ez volt a jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!